Szép estét kívánok, kedves nézőink! A mai fehérvári beszélgetésekben folytatjuk sorozatunkat. Hála Istennek nagyon sok székesfehérvári sportember és a kulturális tevékenységben dolgozó kapott március 15-én nemzeti ünnepünkön állami kitüntetést. Egy közülük a vendégem, felolvasom. Magyarország köztársasági elnöke, Szipola Antal, a Vitáklub sportáruház tulajdonosa, tulajdonos ügyvezetője részére a székesfehérvári és velencei tavi sportélet megújítását szolgáló aktív szervező és támogató tevékenysége elismeréseképpen a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom kelt Budapesten 2018. március 2. napján Áder János. A kitüntetést egyébként Balogh Zoltán adta át, az EMMI minisztere. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Szipola Antalt, szervusz! Mint a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnökségi tagja és a Vitáklub sportáruház tulajdonos ügyvezetője. Gratulálok! Mindannyiunk nevében. Szerte a Velencei tónál el tudom képzelni, hogy ki mindenki hívott, csörgött a telefonod napokig. Köszönöm szépen a gratulációt. Valóban sokan hallottak erről az elismerésről, és hát nyilván gratuláltak. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy jó helyre került. Így van, én meggyőződésem. Nos, stílszerűen evezzünk a mélyre, keressük meg a kapcsolódási pontjaidat, az életed kapcsolódási pontjait a vízisportokkal. Kezdjük a gyermekkornál. Az általános iskolás különböző sportok próbálgatása után viszonylag hamar elkerültem a legendás Tordai tanár úr csapatába, aki a most gyönyörűen felújított csónakázótavon honosította meg a kajakkenu sportot, és tanár úrnál kajakoztam én is. Onnantól kezdve nem is váltottam, tehát végig a vizek mentén folyt az életem, a sportos életem. Ugye Tordai Levent egy legenda volt, Csukás Bandi bácsival együtt az a testnevelés tanár generáció, akitől aztán lehetett tanulni fegyelmet, rendet, mindent, ami a sporthoz szükséges. Mi mindent lehetett megtanulni a vízisportban? Én ezt tudom, csak a nézőknek mondd el, ugyanis én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rengeteg vízisportos ismerősen volt a vasvári testnevelés tagozatos osztályban. Egyik kolléganőm az országos bajnok evező Sasvári Csilla, aztán Ódor Lajos. Már hallottam róla. Aztán ugye Ódor Lajos, aki megjárta a moszkvai olimpiát, Südi Pista, Gógán Ildi, nem sorolom, nagyszerű sportemberek voltak. Mi az, ami átörökíthető a vízisportok szeretetén túl a köznapi életben? Mit lehet ebből megtanulni? Én azt a természetességet emelném ki, amivel mi bármilyen körülmények között vízre szálltunk, elvégeztük az edzéseket, csak a kiváló edzésmunka volt elképzelhető, senki nem lógott, mindenki bajnok akart lenni, és ezt a sportban is, és később a magánéletben, akár a vállalkozói életben is az ember természetesnek veszi, hogy nem adja föl a csapattársaira, később a munkatársaira mindig számíthat, és ugyanezt adja a többieknek is. Fegyelemre, tudatosságra nevel? A fegyelem az adódik. Különösen adódik egy csapathajóba, ahol fontos az, hogy az ember együtt gondolkodjon a többiekkel. Minden idegszála azonos pillanatban mozdítsa az izmokat, és teljesen természetes, hogy nekem többet kell nyújtani, mint aki előttem ül, vagy mögöttem ül, hiszen hát attól csapat a csapat. Tehát a legjobb eredményemet is egy négyes hajóba értem el, ez két országos bajnokság volt, és hát több vidékbajnokság, és egyéb ilyen díjak. Nemzetközi szintre nem sikerült ki kerülnöm, de a magyar kajakmezőnyt ismerve ez nagyon nehéz. Az, aki
többszörös világbajnok, mondjuk egy Szabó Istyút tudnék említeni, a legendás Bakó Szabóból, aki 12-szeres világbajnok volt, például Istyú nem tudott döntőbe jutni Magyarországon. Van egyes hajóban. Annyira sűrű a mező. Tudatosan készültél a jövődre? És biztos voltál benne, hogy a víz vagy a vízhez kapcsolódó valami mellett maradsz? És ez egy olyan szerelem, hogy az embernek nem jut eszébe más, hogy mással foglalkozó. Hogyha neked rendben van a szénád, ragyogó mestereid vannak, akiről majd szeretnék azért említést tenni, tehát van kitől tanulni, vannak céljaid, jók a barátaid, a csapattársaid, akkor nem jut eszedbe, hogy mással foglalkozz. És nem mondanám ezt tudatosságnak, ezt természetesnek veszem, hogy aztán a későbbi életem során is azokkal a felnőtt férfiakkal, tehát amikor kinőttünk a gyerekkorból, velük szövetkeztem, és különböző extra sportteljesítményekbe vettünk részt, én mint segítők, meg mint végrehajtók. Nagyon fontos, amit említettél, a barátság. Nyilván erről is szó esik majd, hiszen legendás barátságok köttettek az időszakodon, ami meg is maradt, hála Istennek. Viszont nagyon fontosak a példaképek egyik oldalról, és a mesterek, a tanítók, ez gyönyörű szép szó a vízisportokat komolyan vévőkre, azokat, akik nevelnek, mert az valóban tanító, mester a tanításban. Kik voltak ők, akikre szívesen emlékezel ma is vissza? Ezt valóban nagyon jól látott, tehát a Tordai tanár úr után, mikor lekerültünk Agárdra, akkor több edző után kerültem Dunai Pista bácsihoz, aki Kovács Zolit, Fidel Lacit edzette, és bennünket is ő nevelt emberré, talán ez a legfontosabb. Az, hogy mellette megtanultunk gyorsan kajakozni, az szinte csak a melléktermék volt, mert valóban az a kitartás, az a szeretet, amivel körülvett bennünket, és egyre jobb teljesítményre ösztönzött, az elkísért bennünket, mindenkit, egész életünkben. Igen, én azt figyeltem meg, hogy érdekes, hogy számtalan sportoló és számtalan sportágat ismerek ennek megfelelően. A vízisportokban szereplők azok, akiknek 0-tól 24 óráig a vízisport jár az eszükbe. Ezt jó értelemben mondom. Tehát mert nyilván tanulnak, ugyanazt csinálják, dolgoznak, de a vízisport barátságok azok, olyanok, hogy azt nincs olyan ember, lett légyen az Herkules, hogy azt szétszakíthatná. Így van. A kajakos edzők szokták mondani, hogy nem dolgozni megyek, hanem edzésre megyek. Tehát én szerintem 60-70 éves korban még simán lehet ezt a sportot űzni. Nyilván az ember csak azt veszi észre, hogy egyre lassabban megy, és az elvégzett edzésmunka az nem növeli a sebességet, hanem hát egyfajta szinten tartáshoz elég, de egy nagyon jó életforma egyáltalán a víz közelébe lenni. Tehát az, hogy süt a nap, kellemes a látvány, erőkifejtésre ösztönzöd magadat, ebben minden megvan, és hát ezt szeretnénk mi továbbadni a most a ránk bízott fiataloknak is. Hála Istennek sikerült, viszont akkor foglalkozzunk a sporton túl élettel, ami kapcsolódik. Készültél arra, hogy ebben a hivatásban, szakmádban találod meg a jövődet? Van egy kajakkenu segédedzői oklevelem, de én... Itt most a munkára gondolok, a vitáklubra. Igen. De én műszaki pályára készültem, tehát amikor ugye az ember elmegy iskolába, akkor a szülei azt mondják, hogy hát legyen valami rendes diplomád, úgyhogy én Győrbe kerültem, és ott a Széchenyi Egyetem elődjét, egy járműgyártás szakon végeztem, műszaki főiskolát, és szerencsém volt, mert amikor kicsit akkor
át kell ugrani egy nagy esemény, tehát amikor Fanándival... Igen, erről meg, majd szó esik külön a Barátok címszó alatt. Megjöttünk a Biosi Challenge-ről, akkor hát állást kellett keresnem, és akkor kerékpár gyártással kezdtem foglalkozni, és mi voltunk az elsők, akik mountain bike kerékpárt raktunk össze, mégpedig úgy, hogy kimentünk Tajvanba hárman, fehérvári barátok, és a behozott alkatrészeket itt építettük össze. Akkor ez még egy kicsi volt, ugye ebben az esztendőben már a negyedszázados jubileumot fogjátok ünnepelni, és most már egy komplexumról beszélhetünk, ami kiegészült sok egyéb mással. Igen, ez a szakma és a hobbi szerencsés ötvözete lett aztán a Vitálklub sportáruház, ami hát valóban elég szépen kinőtte magát. Ez köszönhető a nagyszerű kollégáknak, akiket időközben sikerült megfertőzni és magam mellé venni. No, akkor megérkeztünk a Barátokhoz. Egy legendás névsort mondhatnék, de nem, hogy csak négyet, ötöt jó, csak azért, hogy azért tudjuk elhelyezni Szipola Antalt, Fanándi Gál Józsi, aztán Rácz Lajosék, Mészáros. Valóban ez a csapat néha, amikor összejön a kis klubunkba, akkor én is úgy körülnézek, hogy micsoda gárdába nőttem fel, ugye, mert hát, mint említettem, együtt kajakoztunk, együtt sportoltunk ezekkel a fiúkkal, és Nándi egy ilyen, talán 5 évvel ezelőtt, amikor 20 éves volt a Vitál, akkor dicsért meg azzal, hogy én egy ilyen katalizátor vagyok köztük, és én úgy összetartom ezeket a fiúkat különböző rendezvényeken, legyen az egy lakóautós ízés, vagy egy jazzkoncert, de mi így 60 évesen is együtt járunk, és együtt tudjuk elképzelni az életünket. Mit tudtok még adni egymásnak, azon felül, hogy ez egy örök barátság? Ez bár azt mondják, hogy ez közhelyszerű jelzőszerkezet az örök barátság, pedig ennél szem szó nincsen így. Hát hogy ne, veled is szoktunk mondjuk egy Török Ádám koncerten találkozni, hogy kell a barátság, persze, hogy kell, mit adunk egymásnak. Hát amikor Fanándi azzal foglalkozik, hogy ötödször kerüli meg a földet, akkor hát természetesen sokkal kisebb és egyszerűbb területeken, de mi sem adhatjuk alá, tehát ez a versenyszellem, egymás figyelése, egymás teljesítményének a megbecsülése, ez mindig nagyon fontos volt. Én ezek mellett a fiúk mellett egyfajta serpa tevékenységet végeztem, és itt említetted a Szentjupátos expedíciót, vagy a Mészáros Jancsi Perthből Sydneybe kerékpározását. Tehát én itt mindig próbáltam ezeket az expedíciókat szervezni, segíteni, nyilván fizikailag is, tehát amikor a János végignyomta a 12 órákat, akkor mi mellette kiszálltunk, és akkor mi is igyekeztünk fizikailag is részt venni ezekbe a kerékpározásokba, de mindig egyfajta segítő voltam. És persze közben én magam is igyekeztem a magam privát csúcsaihoz közel kerülni, és én is folytattam a magam életpályáját, de jellemző volt ez a másoknak a megbecsülése, egymás eredményeinek a túlszárnyalása. Egészen gyerekkorból, amikor az egyik 25-öt húzózkodott, akkor nekem 30-at kellett, és vice versa. Most felnőttként ugyanígy jellemző az egymás feltétlen tisztelete, megbecsülése, és egymás eredményei inspirálnak bennünket. Égsz a tetvágytól.
hiszen bármerre nézünk, most a csónakázótóról rövidesen arról beszélünk, de ha van egy kerékpártúra, egy gyalogtúra, egy bármi, akkor szinte biztos, hogy felbukkan a neved, lett legyen az a Vitás Sportklub szervezi, illetve a Velencei Tavi Vízisport Szövetség. Hogy lehet a kettőt összeegyeztetni azzal a rendkívül felelősség teljes munkával, ami a céget illeti, hiszen ez már most már egy intézmény, több mint cég, mondom én. A Vitálklub Sportegyesület az egyidős az áruházzal, és fontosnak tartottuk, hogy ne csak sportos eszközöket, jó minőségű sportos eszközöket áruljunk, hanem az egészséges életmódra, a sportos életmódra inspiráljuk a gyerekeket. És amikor ez a sportegyesület már megfelelő színvonalon futott, akkor hívtak meg a Velence Tavi Vízisport Szövetség elnökségébe. Ez szintén egy remek társaság, Soltész Miklós államtitkár úr, ugye az elnök, El Simon László képviselő úr, az alelnök, mindketten sportoltak, ugye Miklós vitorlázott, Laci kajakozott, és tehát nem csak mint politikusok tesznek a Velencei tó vízisportjáért, hanem mint volt sportolók is, tehát belülről látják azt, hogy mire van szüksége a versenyzőknek, és a Velence Tavi Vízisportiskola működése ezért lehet jó, mert egy ilyen csapat vezeti, nem beszélve Deák Csabáról, ugye, aki az ügyvezető igazgatója a sportiskolának. Itt a szövetségben régi versenyzők vannak, Kapocs Anikó ugye az evezést, Sipos Péter a vitorlázást, én a kajakkenut, és hát mellettünk vannak mások is, de ők inkább Fehérvárhoz kötődnek, azért említettem ezt a pár remek sportembert. És a lehetőség, hogy a csónakázótavat megújítsuk, az pedig, ha az én ötletem is volt, akkor is kellett hozzá egy olyan polgármester, mint Cserpalkovics András, akit megkerestem ezzel az ötlettel, és azt mondta, hogy na végre valakinek eszébe jutott. Igen, hát itt van nekünk. Mit kéne csinálni a Koronás Játszópark és a Bregyó Atlétikai Centrum között, és hát tényleg 3 év alatt remek pályázatokat és remek kiviteli terveket hozott össze a város. Ráadásul egy nagyszerű társra lehetél, Fidel Laci személyében, névben is vonzó, hiszen az 5-szörös világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakos is, székesfehérvári, és ráadásul a barátod. Így van, nem csak ketten vagyunk barátok, hanem a családjaink is, tehát a feleségek jóban vannak, Fidel Fanni jóban van a fiammal, mint sportoló, és nagyon szívesen keresjük egymás társaságát, és hát adódott, hogy ha Lacit vissza tudnám csábítani a kajakkenuhoz, akkor ő lenne az, aki itt igazán példaképül szolgálhatna a gyerekeknek, és én azt hiszem, hogy ez elég jó. Hogy épül fel a program? Egy kicsit vázoljuk fel egyfajta jövőképet. Tavaly kaptunk lehetőséget a városvezetőségtől, hogy bebizonyítsuk azt, hogy ezen a viszonylag kis vízfelületen lehet kajakkenu oktatást tartani. Szerintem ez olyan mértékben sikerült, hogy próbáltuk szinte titokba tartani, hogy mikor vannak edzések, mert annyi jelentkező volt, hogy felelősséggel nem lehetett már ennyi embert vizen tartani. Mi érdekes, hogy általában a vízisportoknál akkor szelektálódik a társaság, amikor a téli edzésre térünk rá, nem nagyon szeretnek az emberek futni, súlyzózni. Figyeltük a Lacival, hogy ki fogja abba hagyni, senki nem hagyta abba a fiúk, lányok közül, sőt, télen is csatlakoztak hozzánk. Mindenki alig várja már, hogy vízre tehessük a hajóinkat, és hát élvezhessük a tavaszi napsütésbe ezt a remek tavat. Rövidesen megtörténik. Egy kérdésem lenne még. Milyen gondolatokkal vetted át az értesítést?
Erre nagyon kíváncsi vagyok, mindenki mást mond erről, de azt hiszem, hogy ez egy különleges pillanat az emberfia életében. Hát óriási meglepetés volt, tehát én nem értem el olyan sporteredményt, amiért kitüntetést lehetne adni. Talán így sportszervezőként, és elsősorban ennek a vízisport ötletnek a megvalósítása miatt terjeszthettek föl, hát nem titok, Ersimon László alelnök úr terjesztett föl, és úgy értékelte a munkámat, hogy most megérdemlek egyfajta elismerést. Tehát nagyon jó dolog az, hogy ez a csapat, a Velencetai Vízisport Szövetség, tehát kifejezetten sportolói háttér miatt terjesztettek föl, és tőlük kapni valamit, az számomra igazán értékes. Számunkra pedig elismerés azért, hogy figyelemmel kísérhetjük azt a munkát, amit a székesfehérvári sportért, a kajakkenu sportért tesztek. Mit illik kívánni ilyenkor? Hogy ez a barátság a Fidel Laci és köztem folytatódjon, hogy a városgondnokság és munkatársai ugyanolyan energiával támogassák ezt a sporttevékenységet, ahogy tették tavaly is és az idei szezonban is. És a gyerekektől és a gyerekek szüleitől pedig ugyanazt a lelkesedést szeretnénk kívánni, amit eddig is megkaptunk, és innen is köszönet nekik, és jó látni, hogy ők is büszke kajakosok, kenusok, és reméljük, hogy egyszer csak majd a Laci nyomdokába lépnek, és valaki eredményes lesz ebből a gárdából. Így legyen. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm, hogy megoszthattam az érzéseimet. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szipola Antal volt, aki a köztársasági elnöktől nemzeti ünnepünkön március 15-éhez kapcsolódva a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!